Szeptember 23-án egy vidám szüreti mulatság várta a Cseperedő óvodába járó gyerekeket. Szinte az egész délelőtt az őszről, a szüretről, a gyümölcsökről és a játékról szólt, bent a termekben és kint az óvoda udvarán is. Most tekintsenek meg egy összefoglalót erről az óvodai rendezvényről. Nagy nyüzsgés előzte meg a szüreti mulatságot a Cseperedő óvodában, ahol kendős, kalapos apróságok várták izgatottan, hogy mi is történik majd ezen a napon. A Cseperedő óvoda két csoportjának kisgyermekei az intézmény új tornaszobájában kezdték meg a napot. A vidám dalocska, az Érika szöllő, Hajlika vesző volt a bevezető, majd egy kedves játék következett, Lipem lopom a szöllőt. Amikor elaludt az öreg csősz, volt vagy 5 éves a kalapos bácsika, akkor kezdődött a szöllő lopkodás, majd hangos sikongatás, szaladgálás, amíg a csősz el nem csípett valakit a csapatból. A mulatság ezt követően körjátékokkal folytatódott, majd versek és mondókák következtek. A nagyjáték után a 10 óraihoz ültek le a gyerekek, ahol az ősszel érő gyümölcsök gazdag kínálata került az asztalokra. Szőlő, szilva, körte, dió, mogyoró. Egy beszélgetés közben az is kiderült, hogyan lesz a szőlőből mazsola, vagy éppen bor. A program az óvoda udvarán folytatódott, kellemes őszi időben. Ezúttal az ősszel érő zöldségfélékkel, termésekkel ismerkedtek a gyerekek, majd színezéssel, diótöréssel lehetett ügyeskedni. A felnőttek számára addig a mustkészítés előkészületei adtak feladatot. Amikor a gyerekek felfedezték, hogy ott valami érdekes történik, mindnyájan a préselésben akartak közreműködni. Ezzel persze csak lassították a Dajka nénik munkáját. Végül azért elkészült néhány liter finom must, amit az óvodások meg is kóstolhattak. A szüreti mulatság újabb közös játékkal fejeződött be, aminek része volt a néptánc lépéseivel való ismerkedés. A Cseperedő óvodások a nap végén elmesélhették otthon, hogy a szüret azt jelenti, ettünk, ittunk, mulattunk.